Ne hülyéskedj. Saját nevelésünk. Minden áron itt kell tartani. Ezért a sanusi szerződéséből tényleg nem lehet engedni. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy... Ezért saját nevelésű játékos, nehogy már veszítsünk. Undorítóan gáz lenne. Ja, itt van Danilo. Igen. Kölcsönöznék őt, és összesen az üzlet az 22 millió lenne, micsoda! Everton az hülyének néz. De jó ég. Ha nem játszik, 500 000 fizetnének. És kötelező jövőbeni díj 10 millió. Hát ez nem normális. Ezek hülyék. Biztos, hogy nem. Break. Hát amúgy, ja, még mondhattam volna nekik, hogy 40 millió gyerekek. Itt van. Pau. Közép hátvéd. 17 évesen ilyen statok. Baszki. Ez ki a franc? Ja, reménytelen, nem is nézegetjük. Persze. Burgaia. Rendkívül kétes. Aha. Ha nem lenne olyan rohadt drága, mondjuk. Hector Fort. Tehát ez a srác nem bal hátvéd? Hát a való életben bal oldalt játszott, nem? Balde helyett. Jobb hátvéd volt mindvégig, vagy mi? Na, nem gyenge. Vitor Roque. Alapból jobb. Xavi és az ötletei. Jó, hát gondolom muszáj volt ezt meghúzni. De hogy? Hát, most küldjük el Elangát tényleg? Guzmánért ajánlatot tett a Monaco. Ja, hajrá, jó van. Ez minden marad nálunk, úgy tűnik. Jó. Játékos megfigyelünk. Hát akkor nem is tudom, akkor gondolkodom ezen, hogy Elangát ők nagyon játszhatnak. Hát nézd oda, hát ja nem, jó, semmi. De szerintem őt játszhatták talán. Lehet, hogy egy évet adni kellene Elangának, és akkor... Hát, ha valami jót felmutatna ott a Palace-ban. Esetleg, és akkor utána meg el lehet őt adni. Talán jobban. Vagy esetleg ezt elfogadjuk? Sztárjátékos. Sztárjátékos, és fizetését állják. Így. El is fogadták. Ja, hát jó, hát figyelj nekem nyúlnál. Tudod, hogy kezdődött ez az év? 21 játékos legalább őt. Ő jött, és vagy távozott, és 17-8-9 jött. Így. És erről én nem tehettem, tehát én nem tudtam csinálni semmit. Szóval a kohézió egész szezon alatt olyan volt, hogy középen volt, vagy maximum középen volt, vagy mínuszba, tehát pirosba. Ez nem probléma. De persze, köszi amúgy, tehát jogos, persze. Tehát ez, amit mondtál, az képest, amit volt nálunk, ez semmi. Az sétagalopp. Fogadjuk ezt el, adjunk Elangának egy évet. Figyelj, állják a fizetését, nem terhel bennünket. Havonta mi kapunk egy kis zsozsit. Kész.
Ennyi. Bízom benne, sztárjátékosként oda megy, figyelj. És visszahívható kölcsönből a gáz van, visszahívjuk, azt eladjuk a télen a francba. És szenvedünk itt ez a gyerekkel. Hát ha. Palázba fellendül. Bízom benne. Na, Baldanzi hamarosan jön, Panzo eladva, szuper, ebből is kis pénz. Sok sikert neked, öreg. Azt ennyi. Nincs igazam? Soton. Luis O'Brien. Na hát most jön az szerintem, hogy tele a hócipő. Jön a közvetítő. Itt is felbérelünk egy közvetítőt. Aztán a közvetítők tájékoztattak, hogy jelenleg nincs érdeklődés a játékos iránt. Felrobbanok. Egyszerűen felrobbanok. Hú. Bukokó. Már sem tudom, hova kéne játékos. Zavar, hogy nem jönnek meg ugye a játékosok, ahogy én szeretném. Hadzenoda is. Nincs ajánlat. Hát ilyen röhelyes ajánlatért biztos, hogy elmenne a Frankfurtba. Tehát az kinek jó? Mennyi pénzért? 3,5 millióért jött, ja. 10 millióért ajánljuk a gyereket. Feldobjuk akkor 7,5-be. Hát ez már nevetséges. Sokat keres. 93 ezeret, most nézem. Hát mint egy, nem is tudom, mint hogy ő lenne a csapat messzie. Ne bohockodj. Na húzzál innen, kisgyerek. Ne idegesíts föl. Adjál lejjebb az igényeidből szépen, aztán. Kész. A hülye barom. Mekkora egy barom ez? Hát mire felkap ennyit? A partner kapcsolatunk az olimpiákhoz csapatával hivatalos és megváltozott. A döntés a közelmúltbeli előrelépésünk áttekintés után született, és klubunk mostantól a partnerség erősebbik felét képviseli. Hoppá! Ho-ho! Ho-ho! Ez igen. Na. Tehát várjál, akkor én most el tudok küldeni oda a játékost már? Nem. Vagy még nem tudok? Na mindegy, nem tudom, hogy akkor ez mi. Hát pedig küldhetünk hozzá egy játékost, azt írta, nem? Hát rangidős játékos küldhetünk fiók csapathoz. Vagyok, ez fordítva van? Bowler elutasította a Cardiff ajánlatát. Scarpa aláírt, nagyon jó, viszlát. És akkor ki volt itt, vagy hogy volt, Bowler? Neked kettő ajánlatod volt, öreg. És mi volt a baja Bowlernek? Cardiff-fal. Örülj neki, hogy valahol kapsz lehetőséget, vakegérke. És milyen telhetetlen. Olimpiákoztál? Nincs ott senki. Kutyaütők vannak itt sajnos. Eléggé. Hát esetleg itt a fiatalabbakat lehetne meg vizsgálni, de hát alig látunk róluk valamit, basszus. Az egész U19-et figyeltessük meg. Hát ez szép lesz. És annyi munkája van a figyelőknek, hogy őrület. Bővíteni kellene. Kettő játékos figyelőt? Ja persze! Ó, azonnal menjünk. Tényleg pontrúgás edző? Ennyi van. Ez a két fickó. És így mi a helyzet? Ugyanaz.
Anyám. Kontinentális A-licensz. Ha melyik legyen? Hát, legyen ő. A Luton edzője volt, vagyis most a Luton edzője. Hát remélem, hogy elvállalja azért. És akkor játékos megfigyelőket gyorsan igazoljunk, hogy a lehető legpörgősebben pörögjenek itt a átigazolások. Ajaj. Náluk már próbálkoztunk, ugye? Jaj, ő technikai igazgató. Hát persze. A Mr. technikai igazgató. Adjunk neki rengeteg pénzt. Hát így se jó neki, Jézusom. Sokkal többet kirántunk pedig, mint amennyit ő kérne. Lejjebb kell adnunk az igényekből. Az a helyzet. Na, ez jó. Tényleg van vezető? Játék megfigyelő vezető? Álljunk csak meg egy pillanat. Van. Van és van. És dobjunk 4000-et. Fogadd el. És nem fogadj el. Ha ő nem vezető, nem jön. Úgy van vele. Ha. Hiába kap dupla annyi pénzt. Á. Nem érdekli. Sportigazgató. Na ez, hát ez, és ennek is fölajánlok, nézd meg mennyi pénzt. 4000 eurót. 5000-et. Nem érdekli. Hát ez mi? Hát hogyan? Várjunk elsőjéig, tényleg? Ilyen téren is. De csak mikor kezdődik a szezon? Ez is, öregem, ajánlatot tesz Sanusiért. Hát ez hihetetlen, hogy ez meg tud történni. Ez meg. Hogyan van ez? Július 1-én már edzés van. Gyerekek, ez így nem jó. Most kell edzőt igazolni, meg mindenkit. Nem lehet itt ezt halogatni. Örgetik el itt a dolgokat rendesen. Werder Bremen is, hát ez... horror pénzeket akar. Megfordítottuk most. Chris Jones. Ez kell, ő, illetve ő. Ez is vezető. Jaj, vezető! Mr. vezető! Hát persze. Hát mindenki vezető akar lenni, bazd meg. 6000-et kapsz, csak gyere! Nem érdekli! 3-szor annyi pénzt kereste! Nem érdekli. Nem érdekli. Ő nem akar lenni játékos megfigyelő. Nem. Nem. Most igazoljuk le őt kettes alkalmazkodással. Sportigaz, meg se próbálom. Meg se próbáljuk, gyerekek. Azt tudom, hát mik vannak. Josébotó. Na, Josébotó, gyere. Sportigazgató. Bassz meg. Abba a pillanatban lesöpri az asztalról az ajánlatom. Abba a pillanatban.
Játékos megfigyelő. 7000 eurót kapsz, öreg. 7000-et. Nem. Nem. Ő csak és kizárólag sportigazgató akar lenni. Hát na. Az elvek. Tallaulla. Na, végre. És akkor nála meg levisszük. Na jó, várja, neki is adjunk 3500-öt, nehogy itt maradjon a mostani csapattárnál. Rendezzük már ezeket a szaros igazolásokat. Őrület, várja csak, eddig kit igazolunk? Mekkor meg Ulla, akkor jó, vissza, még egy megfigyelő jöhet. De ki legyen az? És hogyha ezt kiveszem, mi történik? Na, Frio. Az a Frio kell. Ő. Úgy. Ő jó. Sportigazgató. De hogy? Hát kedvet, állás és játékos megfigyelő. Az van odaírva. De már visszaléptem, úgyhogy ennyi volt el, öreg. Nem is értem ezt, na mindegy. 31 éves ő. Hartenbach. Ő érte, nem? Legyen ő. Toulouse. Vezető. Ő kell, akkor legyen. Keressen ennyit. Oké, és akkor most az lesz, hogy megnézzük az edzőket, hogy felkészülünk, 10 nap alatt csak megjön az edző. Kell egy jó kapus edző, egy nagyon jó kapus edző kell. Kell egy olyan edző, aki védekezést tud oktatni nagyon jól. Védekezés, kell egy pontrugás, az jön, erőlét, ok. Kapus, egy védekezés. Egyelőre legyen ennyi elég. Egy kapus. És mi is? Labdafogás kell, ugye? Labdafogás. Labdafogás. Az ott kicsoda? Hoppá. Mi? Micsoda? Na mész a francba. Espanyol szeretné leigazolni. Nem. Mint a polgár személyiség. Azt a kur... Na hát őt. Ő minden pénzt megadunk neki. 2005, 3000 azonnal. Mágyer, úristen. Ilyen edző létezik a játékba? Ezek szerint igen. Védekezés és technika kell nekünk nagyon durván. Ez egy kicsit sok lett, tudom. Várjatok csak, ezt kivesszük a francba, nem is kell. Eltökétség mehet így le. Ez még sok. Na, találj már valakit. Aszki. Így. Kik vannak itt, nézzük csak. Ez nem lesz jó. Vagy várjál csak. El tudja mostani edző, el tudja vállalni Kolo Touré? Ja, hogy ő itt jobb lenne! Tényleg! Ő ott jobb lenne, bazd meg, ott 4,5 csillagot tud! Ha! Ezt mikor akartad nekem elárulni, Kolo? Hát nyakon verlek rendesen mindjárt. Az igen. Micsoda húsvéti tojást találtunk itt. Hát akkor itt teljesen más a leányzó fekvése. Akkor így csak szimplán kell egy vadállat, aki a védekezést az beleveri ezekbe az idiótákba. Igaz? Ryan Gary. Már figyelem a felállást is, meg a mentalitást is, ezért... Öt, kettő, három. Mit játszunk mi? Várjál csak. Adatközpont. Miben játszottunk mi? Na. Nincs már itt a tak...
Mi 5-2-1-2? Vagy hogyan van nekünk? Vagy 5? Ez milyen taktika ez? 5-2-2-1? 5-2-2-1? Ugye? Igen. 5-2-2-1. Az. Tehát akkor nekünk ezt kell találni. Az jó. Vagy várjál csak, ki játszik ezzel a taktikával? Frankfurt? Frankfurt. Meg tudjuk nézni ezt a taktikát? Ha? Viszlát, hagyjatok! Gyerekek, nem érünk már rá. Idióták. Mindenki hülye. Akkor ebből egy Ryan Gary lesz. Mert hogy neki magas az eltökéltsége nagyon. Egész jó a személyisége is. Hát igazából felállás az sehol nem stimmel. Annyi baj legyen. Hát bízom benne, hogy ő jó srác. Erősen bízom benne. Ő a legjobb. Ja, legyen ő. Legyen ő, adunk neki rendesen pénzt, nehogy itt meggondolja magát. Most a Portsmouth-nál keres 1300-at, majdnem a dupláját fogja keresni. Oké, és akkor még kettő edzőre lesz kapacitás, vagy van kapacitás. Milyen edzőt nézzünk? Esetleg egy technikai. Technikai, taktikai. Vagy csak ez szimplán... Aha. Igen, a taktikai, technikai, ez kéne valahogy elkapni. Első körben technikai. Taktikai védekedés? Hát persze, oda igazolunk most. Akkor ide lényegében taktikai kell mindenhogy, akárhogy nézem, ugye? Hogy hányas nekem a taktikai képességem? 3-as. Akkor oda csak a taktika kell. Viccesen, hogyha leigazolnánk Ibrahimovicsot. Hát egyik sem egy őrületes edző, az a baj. Az a bajom ezzel, most őt leigazoljuk, de hát halottnak a csók körülbelül talán. Nem is tudom. Vagy? Ja, nem jó, hülyeség. De nézzük meg a taktikait. Első körbe. Jézusom. Milyen rossz a felhozatal. Mikor ő nem vagy a rossz ég is. Ő jöjjön.
ő jöjjön. Aztán meglátjuk ezután mi a helyzet, hova kell erősítés. Ő meg... lesz ki. Tudod mit, igazoljuk le őt is, az kész. Max, kirúgunk valami hülyét. Igazoljuk le nyugodtan, igazoljuk le. Jó lesz az. Üzán pulat. Már jön is. Gyönyörű, meg is kapták a munkavállalási gyerekek, nagyon jó. Így akkor a megfigyelés bebörökhet egy kicsit. Jó lesz az. Ibrahimovic jó lett volna? Ő jól felfejlődik, tényleg? Most sem lehet. Isten. Játszott a mostani csapatánál amúgy tényleg, várja. És a Bologna fizette a szerződését. Aha. Mindegy amúgy, hogy játszott-e vagy sem, várjál csak. Javaslat a kölcsön meghosszabbít. Így van, így van, így van, így van, így van. Bologna szeretné meg azt a kurva. Nagyon jó. Idény vége? Idény végéig, apukám. Há, persze. Ne már! Ilyen miatt visszadobja? Mert 7 hónap helyett idény végét nyomtam be? Hát ekkora hülyeséget. Bász meg, ez tuti biznisz volt pedig. Ugyanazt a jó szerződést megadták volna neki. Ugyanazt. Ugyanazt. Hudson odaj meg, nézd meg. Ugyanaz van, mint. Hát most őt hogyan lehetne eladni? Közvetítőn keresztül? Leicester átlagos érdeklődés. Frankfurt meg forrásokat keres. Oké, 5 millióra levisszük, ha 5 millióért nem veszik meg, akkor valami más kitalálunk. Ez őrület már. 5 millió. És majdnem 100 ezret keres. Ez felháborító. Anyám. Na várjál, csak vezetőséggel beszéljünk, csak gyorsan. Fiatalok edzésköltséget azt növeljük meg, mindig nagyon jó. Edző létesítményt fejlesszük. Most van pénz, ugye pluszban van a csapat. És akkor stadion bővítés. Na! Erünk. Nagy, több pénzt tudnánk termelni. Milyen pénzt akarsz? 8 millió, jó. Vihetnek is öreg. Fizetése miatt nem akarják megvenni? Hát alkudozzanak. Hogy mit tudom én, fizetének 10 milliót, csak fizessen mondjuk a fizetésének a felét. Vagy valami ilyesmi. Hát ez tök menő lenne pedig. Hát motivációja Ibrahimovicnak meg nulla. Esposito, ő is aláír. Gyerekek, csúcs. Geri is megvan. Ez az. Mindjárt meg is nézzük Geri bácsit. 4-es edzést tud adni csak. Ha. Ja, 4 csillag, jó. Nem rossz végül, sem rossz. Labdafogás jön, technika jön, meglátjuk, hogy mire megyünk, majd pontrugás is jön.
Csak hát a munkavállalási engedély az bekavar azért mindenkinél. Hát igen, Forrest hírneve nőtt egy keveset. És akkor nézzük csak. Éljen. Angol csapatok közül majdnem nekünk van a legkisebb. Ja nem, azért. Mármint első osztályú csapatok közül, de nézve másodosztályú csapatoknak nagyobb a hírneve. Leedsnek, Leicester, Southampton, hát mi a franc ez? És másodosztályban vannak. Hát az ex-bajnokok ugye, persze. Na Elanga, mit akartok? Mi ez? Tényleg, ő már amúgy neki van ajánlata? Tárgyalunk valakivel? Vagy mi van itt most? Ott van egy 300 ezres aláírás. Megjöttek ők. Nem bohockodunk ilyenekkel. Crystal Palacehoz megy is kész. Meg megvan a pontrúgás edző. Megvan a technikai edző. Aguilera eligazol. Ez is csúcs. És a Bournemouthhoz. Úgyhogy szem előtt lesz a fiú. Kíváncsi leszek rá, hogy mit fejlődik még. Ha egyáltalán fejlődik persze. EUL. Nézzük csak. Ekkor meg itt van, 3,5 csillagos edzés, pont mint az elődje. Hol van a többi edző, baszki? EUL például. Nincs ajánlat Bowlerért. De hát van érteklődő. Hát nem is egy. Pff. 5 millióért mehet is. Fiatalok edzés költségeinek növelése. Csökkentése? Milyen csökkentése? Növelésére mentem. Milyen hülyeséget ír itt? Edző létesítmények fejlesztése. Megtagadják. Ez az! Ez az! Fejlesztik az edző létesítményeket. Jó! Hát pontosan, amit mondtam is a vezetőségnek, hogy hát egyszerűen nem lehet minket komolyan venni. Az konferencia ligába indulunk, az 3,5 csillagos edzőközpontunk van, ne bohockodj. Jéz is távozik. Aj, mennyi pénzünk lesz. Oda néz. Ja, ez az edző létesítmény. Azt hittem a stadionbővítés. Basszus, mondta, nem igaz. Végre. Októberre végeznek is a munkálatokkal. És akkor most mennyi az edzőlétesítmény? Hármas. Hármas. Egy első osztályú csapatnál. Hát mi a fene? Na hol a pénz? Mennyi a pénz? Hol a pénz? Milyen pénz? Uha. Sheffield. Igen, igen. Aha. Az év igazolása Szoboszlai Dominik volt. Ez igen. Ez nagyon nagy. Ez igen. Ez szép. Jó van. El is felejtettem, mit akartam csinálni. Inni. Nem.
üdös istálló edelő és csak 4 csillagos edző kurva 700-át. Viszont edző licensze nincs meg. Edzői kurzusra küldjük gyorsan, ez az. Meg ki az, akinek még nincs meg, gyerekek? McCormacknek csak B licensze van. Na, nézd oda, hát ennek akkor még van potenciál. Skinner. Alfászán őt nem fejlesszük. Ő fejlődik, jó, bár igazából elég gyenge. Ő is fejlődni fog? Fétis. Jó. Most van 23-a. Mehetünk, gyerekek, tovább. Ez az Zsombesz. Valaki próbálta már amúgy Ibrahimovicsot? Érjük el a konferencia ligában negyed döntőt minimum, és akkor ezzel ugye lehet meghatározni, hogy mennyi pénzt kapunk a vezetőségtől. Hát azért ne hülyeskedj már. Egyértelműen akkor legkisebbet válasszuk. A Premier League meg... Hát élmezőnybe kerülés, szerintem nyugodtan meg lehet itt ígérni, és akkor kicsivel több pénz, 100 000-re több nagyobb fizetési keretünk lesz. Nem az a cél, hogy itt szanaszét költekezzünk, mert azért elég durván visszaszorítottuk a költséget. 1 800 000 alatt vagyunk. Úgyhogy ez nagyon durván. Tehát 200 000-re majdnem visszaszorítottuk már, mióta itt vagyunk. Hát legalább annyi, igen. És még mennek el játékosok. És ez még vagy 100 000-re lejjebb fog menni, minimum. Carabao kupába. Mit érünk el? 3. fordulót? 4. forduló? Az melyik a 4. forduló? Tavaly mit értünk el? 3. fordulóig jutottunk? A 4. túléltük, 5. túléltük. Aha. Akkor 4 az hozható. Hát, a szőrszál hasogatós ez már azért. Ígérjünk ilyen nagyokat? Azért nagyon sok lovat kell most meglovagolnunk idén. Rengeteget. Hát azért... Húha. Két szék közé esetünk könnyedén itt a rengeteg durva ígéret közepette. Ajaj. Hát, 3. forduló Karabauban az elsőbe kiszuhantunk. A Borwell, harmadik. Harmadikat elérjük, basket, nem így. Harmadikat meg lehet ígérni, hát az ingyen van. Na ennyi. Ez meg a Premier League meg élmezőny. Sorsolás függő is. Igaz. De hát a Carabao azért az... hatalmas esély van a kutyaütőkre. Júj. De az, hogy konferencia ligában negyed döntői, hát az mi a szar. Nem normálisak. Na, ez amúgy egészen pofás. Pofás. Apukáim. Tetszik a dolog. Hármas terhelés a szezon elején. Gatya. Miki. Ördögöt a falra. Na, végre. Hát ez csak kölcsön. 3 800 000 ajánlat. Ezt nem olyan régen, hogy 6 milliós ajánlatokról tárgyaltunk. Hihetetlen. Hova süllyedtünk, gyerekek? Ez mi? Westbrom ilyet ad? Hú. Jövőbeli díj. Lejátszott mérkőzések után. Hát... Ezt Balabácsi nem szereti. Hogy kötelező jövőbeli díjat szerették látni. Nézi, hogy kedves. Jó. Hát egy 2,5 milliósat. Így. Ja, hogy ez már nekik nem ízlik. Ó, akkor ez nekem se. Idióták. Hát mit akartok akkor itt? Ide jöttök kiszúrni a szemem ezzel a hülyeséggel? Nézd oda. Ezek hülyére akarnak venni, bazd meg. Hát ez... A végén már öregem kevesebbet ajánlottak, mint a legelején. Hát itt hülyének néztek? Szevasztok akkor, bazd meg. Nem kötelező.
Hát nézz oda, hát mi volt ez? De bast. Ja, tárgyalnak nagyon a felek. Jó, Sanusi aláírt hozzánk. Hát mondjuk ennyi pénzért nem csoda. Egy ilyen játékosért fizetünk 15 ezer eurót hetente, de ez presztízs kérdés volt nagyon. Ez nagyon. Gyerekek, eznek lélektana volt. Ez olyan, mint egy meccslabda, az bemegy, akkor gól. És akkor vezetünk, és az jó. Na úgyhogy Baldanzi megvan, óriási fogás a klubnak. Ez... Ne vicceljünk. Hát erről még a Márka is írni fog, mekkorát igazolta Nottingham. Sanusi. Sanusi. Én meg Bala vagyok. Bala. Innentől kezdve akkor légy szíves. És innentől kezdve Y-nal írom a nevem. A Balazsin a vezetéknévben Y-nal légy szíves. Hát az úgy. Mert az úgy a trendi. Na edzőit. Nem akar részt venni. Dehogy nem akar. EUL. El is kezdte az edzői tanfolyamot. Benci. Így van, Benci. Így van, Y-nal. Köszönöm. Benci. És a C-t... Benci. Bence. Köszönöm. Ez nagyon fontos. Hát azért még Orié távozik, Boli, Felipe, ezek 150 ezeret simán elvesznek a csapattól. Itt van Hudson-Odo is, ő is. Hú, gyerekek, mennyi lóvét viszel. Elanga is viszi. Hoho. Na azért... Azért leszek még ittán fordulatok, apukáim. Nem is kicsi. David Seaman. Zyman. Hát miket beszélsz? Te jó ég. És akkor most szezon elején milyen edzések legyenek? Csak fizika? Bármit, hogy fizikai? Előszezon. Kemény felkészülési. Olyat kell, hogy... Érted? Azért durva kell. Olimpiákosszal meg kötelező jelleggel barátságos meccsek lesznek? Hát az marha jó. De örülök neki. Jaj, de jó. Hú. Hú, azta. Na várjatok, csak Balabácsi mindjárt kitalál olyan dolgokat. Hova menjünk túrázni? Menjünk Kínába, ott van pénz. Hol van még? Arab! Szaúd-Arábia! Menjünk szponzort vadászni. Nincsen Szaúd-Arábia a játékba? Hát akkor hogyan kell? Katar? Akkor... ezek nincsenek. Akkor China, az sincs. Hát akkor hova menjünk? Menjünk Egyiptomba, ott hatalmas pénzek vannak. Játszunk a piramisok ellen. Na, ez jó. Így, ilyen naptár. Ez így nem jó. Három nap. Hú, ez kevény. Piramis. És ők. Meg akkor kellene nekünk ide még egy mérkőzés. Még egy túrát szervezünk. Egy olyan túrát, hogy ide nem tudunk. Miért? Mi van itt? Jó, edzőtábor? Aha, jó. Ha nem baj, szingapúri kis csapattal játszunk akkor. Jó. 14-én játszunk egyet. Aha. 4 nap.
így legyen. Tampinens ellen jár. Nem, Albirex ellen. Hatalmas bevételünk lesz. Túl messze van. De hát edzőtáborozunk, főnök. Hát miről beszél maga? Ez hülye? Hát ez nem normális, te. Hát helyi. Hát... 5 meccs elég, nem? Hát csak elég. 5-nél több meccset ki szokott játszani. Ne vicceljünk már. És akkor itt azt állítsam be, hogy... hogy előszezon normál korai? Korai. Ésői. Ez a meta? Hát ez... gyanús. Ez nagyon gyanús. Nehéz korai? Sérülés kockázat óriási. Nehéz korai, oda is. De legyen egy közepes, de jön egy nehéz. Haláltábor. Jajajajajaj, ugyan, dehogy, de semmi, ez szezon közben szoktunk így edzeni. Ez a nehéz késői előszezonos edzés. Itt korai, közép, késői, kész. Ide meg még egy nehezet beverek, de hát ez nehéz. Szezon közben tavaly keményebb edzés volt, mint most. Lehet ez volt a baj? Hát egy szart. Ezért voltunk ilyen kemények. Olyanok voltunk, hogy lepattogtak rólunk a hülye gyerekek, mint a Nickelbolha. Ja, hogy a korai az... aha! Jó, mindegy, jöhet ez ide is, jó. És akkor Balla bácsi most jön. Nem jön, de még nem jövök. Várjál, most először elfogadják a barátságos meccseket, akkor beáll a menetrend. Ugye? Nagyon remélem. És ha ezeket valamelyik elutasítja a barátságos meccset, az hadüzenet. Onnantól kezdve azzal a csapattal soha büdös életben nem beszélünk. Megszűntek létezni. Ezt most komolyan mondom. Hát nem igaz. Már elfogadták, úgyhogy most akkor itt meg kell szervezni az edzést. Durván, olyan edzés, ez kihullik a hajatok, készüljetek. Ez kemény lesz. Már előre nyugodtan lehet gépelni, milyen szép szöveget fogtok írni, hogy ó, Bala, ez kemény lesz. Ez, ajaj, uhú. Meg azt is előre lehet legépelni, hogy mi lesz akkor, mit fogtok akkor írni majd, amikor jönnek a sérülések megállás nélkül. Na. Szívesen. Ez tuti tipp. Szívesen kiklopolnám a fejed. Hú, de agresszív van nyúl. Azta, rád se ismerek. Na hát, micsoda magatartások. Júj. Szívesen kiklopolnám a fejed. Ez az, na végre. Gyerünk, bunyó. Dobjuk föl az estét. Anyám, ez igen. Ez jó volt. Meccs taktika. Hát ezt el se felejtették a játékosok, nem? Vagy azért... aha, na majd ezt figyeljük. Meccs gyakorlás, meccs taktika. Ez a meccs taktika gyakorlás, ez full hülyeség. Mi a szarnak ez? Kell ez? Kell? Jó. Oké. Regeneráció, pihenő. Na már kezdődik. Regeneráció. De ez nem jó. Ez meccs után amúgy is pihenőn van a csapat. Ilyen nincs. Ez fölöslegesen van itt amúgy.
ez itt mind fölös. Hát meccs után ki van adva, hogy mindenkinek addig pihenő, míg nem zöld mindenki. Nem igaz, de? Így működik. Jó, oké, legyen így. Úgyhogy regenerációt azt megszüntet. Nincs. Fölösleges dolog. Állóképesség edzés meccs után. Hát menjen. Gyerünk. Nem. Vegyük komolyan. Ezeket komolyan kell venni. Vagyjál. Fizikai edzés, az jöhet. Az legjobb. Ez mindig jól jön. Hát menjen. Hát most aki nem játszott a meccsen és ennyire pihent, az menjen. Az kap egy versenyszimulációt. Ennyi. Meg pihenő, meccs előtt. Mi az? Minek? Itt is gyakor... Ó, nem tetszik ez az egész. Ott is ennyi pihenő, hát na jó, mondjuk ott az, ami megértem, na jó, jó. De egyet azért még azért úgy. Kell ez így? Jó legyen, jó. Aha. Csak meccs után valahova oda... Itt csapat összeszokás, így. Csapat összeszokás. Ez a legjobb helyen van. Itt még fáradtak vagyunk, meghaltunk. Halottak vagyunk. Itt már élünk. Igen, akkor ide jöjjön egy csapat összeszokás. Akkor... hullák vagyunk. És jó, ez jó. Legjobb. És akkor... fizika támadó mezőnyjáték. És akkor azt gondoltam, hogy majd a Southampton az olimpiákhoz körül már elkezdjük a taktikai edzéseket. A labdajáték, pitty-putty, sicsúgy pitty-puttyos edzések ilyen. Bár azért, hogy kellenek a okoskodások, azért valami legyen. Bár majd hát a meccseken ott lesz labdajáték végül is, ha úgy veszük, nem igaz? Ide meccsek után be kell rakni a kemény dolgokat. Nem kell regeneráció, mikor senki nem megy regenerálódni. Meccs áttekintés. Na, az mehet. De ez is kinek fog menni? Halottnak a csók, nem? Aki nem edzett, az kapjon mondjuk egy kis fizikai edzést. Úgy, fizikális. Ez az. Itt is pihenő. Nem. Nincs pihenés. Olyan sérülések lesznek. Védekezés. Fizika... na. Ide meg akkor támadó. Megint fizikai edzés, illetve mérkőzés. Ez megint semmit nem ér, de ide legyen, mert is pihent lesz néhány játékos. A regenerációnak végül semmi értelme. Fizikai mehet. Ja, pálya edzése szó lesz, tehát hogyha taktika edzést vagy regenerációt beállítok, azt nyomják? Igen. Hoppá. Aki lesérül, az Macska Jancsi? Az hát. Igen. Hol van a regenerálódás? Ha.
Akkor menjen a regeneráció. De ettől függetlenül ide mehet a fizikai. Sőt, inkább ez állóképesség, baszki. Regenerálódás. Ez így jó lesz. Nem jó, ez már ide késő, fölösleges. És akkor például, hogyha beállítok egy ilyet, hogy építkezés hátulról, akkor mi van? Tehát itt már, aki meccs után játszott, vagy meccsen, aki játszott, az jön edzeni? Egy ilyen edzésnél? Ezt honnan kéne tudnom? Itt már edzenének a játékosok. Ez brutális. Védekező. Láttok valami hibát, szóljatok nyugodtan. Valami hülyeséget, ha láttok. Ez most nem, hogy itt valami hülyeséget csináljak. Ez egy kemény felkészülés időszak lesz szerintem. Ez elég kemény. Ez egy vagány vadállat alapozás. Ez tetszik. Hát ez már annyira nem olyan őrületesen. Sőt, még ide amúgy egy kemény állóképesség növelő gyakorlatot még ide simán be lehetne durrantani. Ez lehet-e keményebb, nem? Ez már nagyon be van állítva, régesség, Rúni. Játékosaim közül csak azok mennek edzésre, aki 100%-ig kipihent. Csak azok. Ez így működik. Na hát ez elég kemény azért így.
Persze, így vagyunk beállítva, nézd, gyakorlatba. Így. Semmi edzés, csak a zöldek. És normál intenzitás akkor csak is. De így toljuk... Fú, nem is tudom mióta. Nagyon régóta. Legalább szezon közepe óta, minimum azóta, igen. Nagyjából megvagyunk? Meccs előtt fizikai ne legyen. Ez annyira sokat számít. Hát az nincs. Úgy van, Etran, legyen így. Ez az. Ez a beszéd. És itt van viszont Baldanzi, hát vele mit fogunk csinálni? Mindegy, szerintem őt itt hagyjuk a csapatnál, aztán majd ellézeng. Én úgy gondolom. Kit igazoltunk még, baszki? Kit nem látok, vagy ki? Luca? Igen, Esposito, Casado, Tavares. Ja, az jó. Okay. 21-ben nem raktunk senkit véletlenül? Nem. Jó. Oké, szuper. Javaslat a kölcsön meghosszabbítására. Na. Fogadd el, Bologna, légy szíves. Denisért sem jön ajánlat. Anyám. 7,5-re leviszlek. Csak valaki vigyen már el, légy szíves. Na ez az Elanga a Crystal Palace játékosa lesz. Nézzük csak a pénzügyeket. 1.853. Hát egész jó. Milyen putri csapatra gondolsz? Nottingham Forestnek hívják. Vigyük lejjebb? Esetleg? Az kemény, John Bess. Ribero ott van? U21-be? Tényleg itt van. Arról a téletbe, köszi. Hát rengeteg pénzünk van, igen. Hát okosan, hát most azért nem akarom itt szórni egyből. Csapat egyenlegét jó lenne zöldbe tartani valahogy, de hát úgyse lesz. Nyilván, mert hónapra le fog ez menni, mint az atom. Stadion bővítés elutasítva. Tehát inkább sok kicsi, brutálisan nagy tehetséget kéne igazolni, szerintem. SF24, az micsoda bib. Na hát akkor légy szíves, forolja Detra, azt a 115, több mint 115 indokot. Apukám, hát te dobtad föl a labdát, most véged van. Ja, Ferrari? Ja, az az SF24. Jó, szép. Semmi extra. Profit. Ekkora profitunk van, na várjál csak. Hát az, hoho. Van profit. Hát azért egál van. Erős egál. Itt a tavalyi évet is nézni kell sajnos. Érződik, hogy ide kellene valami kurva nagy eladás, valami hatalmas üzlet a csapatnak. Nagyon érződik. A 26-a van,
Simonért hamarosan menni kell. Be kell rángatni majd tárgyaló terembe ismét. Montiel. Bazd meg, jobb hátvéd is kell, gyerekek. Azt elfelejtettem. Montiel miatt. De mindegy. Tehát, ha most kiderül, hogy Montiel mi lesz. Egyre rosszabb ajánlatokat kapunk Bowlerért. Ez förtelem. Isten. Azt. Ez nagyon kemény. Mindegy, elfogadjuk, menjen el a francba, az kész. Leicester meg leigazolta Vitiket. Bazd meg. Húva. És Montiát le tudjuk igazolni. Ez jó. Ez jó. De nagyon sok pénzt fog ő kérni. Horror összeget konkrétan. Horror összeget. Úristen. Hülyére akarja keresni magát, bazd meg, ez a szarházi nálunk. Nem tetszik. Hát így nem fog kelleni viszont jobb hátvéd. Csere az Williams. Na, ha ilyen 60 ezer körül, ha keresne, az jó lenne valahogy azért. Pénzt akar. €70,000. Nagyon nagy játékos. Papíron legalábbis. De most kezdett belendülni azért eléggé szépen. Most ha ez alapján ítélünk, akkor ez kicsit tehát hogy nem jó üzlet igazából. De én nagyon bízom benne, hogy ő nagyon jól belendült a szezon végére, úgyhogy jó lesz ő. Jó lesz ő. Akkor azt mondja, hogy... De nem sok dolog van. Majd kölcsön csapatot kell valahogy intézni ezeknek a kutyaütőknek. Simonnel meg nem tudom mi van. Már lehet tárgyalni vajon? Vagy még várjuk meg ezt a 30-át? Meg kéne? Bowlerért bejelentkezett a Watford. Vigyétek! Az istálóját. Ha de hülye voltam. 3,5 millióért van föltéve, bazd meg, én meg többet akarok. Ó, ne. Watfordot keressük meg gyorsan még. Hát ha. Watford. Csak vigyétek el az anyátokba, az kész. Nem tudom, hát... Na, lássák, kivel van dolgunk, elengedtünk 500 000. Csak vigyétek el! Ó, de hülye voltam! 3,5 millió? Hát ez olyan furcsa egy összeg. Hát ezt mondom, tuti nem ajánlottam én ennyit. Tuti valami 5-öt ajánlottam. Francba! Ez az, vigyétek! Na, így jó. Vesz ki. Mikor jelentkezzünk be Simonért?
Arsenal leigazolta Osiment. 100 millióért. Az komisz. Hát nem tudom amúgy, Lajos, grafikailag mindenféleképpen fejlődhetne a játék, fejlődés fog jövőre, rengeteget elvileg. Meg hát még szímszesebbé kellene tenni az egészet, mit tudom én, lehessen valamire költeni már azt a szájba vert pénzünket, amit keresünk a csapatnál. Jelenleg a fizetésünknek semmi értelme. Igen, milyen dolog van még? Valamiért úgy érzem, hogy valami... rohadtul elfelejtettem. Mit felejtettem? Edzések jók. Turner távozik elsőjén. Új, ja, elsőjén azért nagyon nagy jövésmenés lesz. 30-a is elsőjén. Rengeteg. Ott lesz rendbe rakva igazából az összes pénz, hogy akkor látunk majd igazán tisztán, hogy mi merre hány méter, mit sikerült összehoznunk. Alapvetően elvileg a pénzügyek visszalettek fogva, jobban, tisztább az egész, jobban áttekinthető, és sokkal nagyobb potenciál lakozik ebben a csapatban. Tehát az átlag életkor az nagyon lement. És nézd oda, úristen, Scarpa távozik, Shelby-t elengedjük, igen, elengedjük. Stevens fizikoterapeutának nincs szerző. Ja, jó, elengedés, igazolunk jobbat. Már most el fogom felejteni. Most, és akkor lapozzuk tovább, hogy is történt pontosan még. Pszichoterápia. Valami durva kell. De nem tudunk igazolni, most jut eszembe, hát 6/4-en vannak. Paszki! Ó! Akkor viszont vezetőség kell. A létszámot kell növelni sürgősen. Addig menjünk tovább. Így döntenek. Őt elengedtük, persze. Még egy fizikoterapeuta lesz elengedve. Mondjuk ő nagyon jó, nem? Nem. 15-ös gyenge. Ő visszatér a kölcsönből. Konaté elengedve. Boli elengedve. Elengedve. És mindenkit elengedünk a francba. Arter elhagyja a klubot. Hú, nagyon jó. Ő is rengeteget keresett. Oké. És akkor most nézzük a pénzügyeket, vagy még ne? Menjünk egyet tovább. A szerződése lejár. Ez a beszéd. Szuper. Akkor végül kijutott fel? A... Southampton a West Bromwich ellen hívtak egy mérkőzést, hogy kijusson fel, és végül a Soton jutott fel az első osztályba. Hát azért ezek kemény csapatok, keményebb csapatok szerintem. Leeds, Leicester, Soton, hát hírnévben is egyébként jobbak. Értelműen. Látszódott is az előbb, amikor néztük a hírnév táblázatot. Úgyhogy erősebb lett a Premier League szerintem egyértelműen. Egyértelműen. Nem lesz annyira egyértelmű most, hogy ki fog kiesni, mint ami volt tavaly. Montiel kölcsönjátéka befejeződött. Jó. És akkor már elseje van.
Ez nagyszerű. Ez is. Turner Viszlát. Ori és távozik. És akkor jött három új játékos. Mindenki menjen elvet tanulni. Magatartási kódex. Hát... ez jó így. Ez működött tavaly is. Sangaré magára vonta a Brighton figyelmét. 80 milliót, ha fizettek, mehet is. Ez a véleményem. Luka elsajátított egy új ellenvolást már is. Na. Jó. Mi a fele? Ez furcsa. Ez furcsa. Ki lesz most a mentor kapus, baszki? Most érzem csak, te jó Isten. Lahodimos. Ujjjj. Nincsen jó kapusunk. Jó kapus mentor. Edzőtábor kijelölve, pénzügyek, nézzük csak. 1.824.000. Jó, egész korrekt. És van 80 millió eurónk igazolni. Hát ez így jó hangzik, de ha most igazolunk 80 millióért, akkor mínusz 70 millió lesz a számlánk. Hát, hogy azért ezt meg kell gondolni. Na és akkor itt vannak az újoncok. Hát Zilodói még mindig itt van. Hát megölöm. 100 000-es fizetése, bazd meg. Fú. Most ennél lejjebb már hogyan lehetne lejjebb vinni itt a pénzeket? Ajánljuk fel kevesebb pénzért? Öt millióért a kutyának se kell, igen. És 3,5-ért igazoltuk. Lejjebb vigyük 4-re. Elangát levágjuk az U21-be, ő kölcsönbe ment. Kellegen, jó helyen van. Felipe, mi az agyádat keresel itt? Ő távozik, addig lemegy az U21. Várjál csak. 82 000-et keres ő is. Hát ez a 82 000-es fizetés is felszabadul. Akkor ott van Hudson Odoi. Hát ez mi pénzek? 170 000 összesen. És akkor itt van Esposito. Ribeiro. Na, ő neki kölcsön kell, tehát őt biztos, hogy nem játszhatjuk. Luka. Kicsit sok a játékos, az a helyzet. Hát szóval kicsit túltoltuk, de elég feszített lesz a tempó, szóval nem biztos, hogy annyira rossz lesz nekünk. Tavares hol az anyjába van? Csak jön, nem? Munkavállalásira vár. Ja, hát akkor megvan az. Jó. Vagy Montiel, bocsánat. Montielre gondoltam. Maradhatna igazán. Ribeirónak keresünk valami kölcsön üzletet. Nincs... hát... jó. Hát, csináljunk egy olyat, hogy... kedvelt pozíció. Satár. Már csak egy olyat, hogy folyamatos kezdő. Ennyi. Fizetését mi álljuk. Többit majd... Mi fizetünk mindent, csak játszol, az a lényeg. Befektetés.
Meg majd meglátjuk a felkészülési meccseken, hogy hogyan játszanak ezek a játékosok. Ez is még azért úgy érdekes lehet. És akkor rágjuk át magunkat itt az edzéseken. Mélységi támadó, közép hátvéd, negatív játék szervező, box to box negatív, nem. Volantéba vagy, melyik a volante? Hát melyik a volante, segundo volante? Itt nincs olyan? Középső köz... Vagy mit játszik ő most? Védekez... Védeke... Hogy mi ez? Ez védekező középpálya? Az. Az meg nem tudom, hogy mit játszik a csapatunk. Nagyon súlya dolgok ezek. Támogató. Támadó középpálya, ez jó. Játékszervező jó. Az is jó. Söprögető kapus. Hop-hop. Toklovati támadó középpálya. Na, ha valaki megbukik amúgy a csapatunknál, az Toklovati lesz, attól félek. Ettől nagyon félek. Támadó középpálya, szigorúan. Szélső hátvéd. Várja, ő mit fogja, mi a bal hátvéd lesz elvileg akkor ő. És támogatóba. Baldanzi pedig. Ja, mondjuk ő csatárba is. Ez ki a, nem lenne rossz. Simán. Hát ezt a kreativitást én inkább, már ő a mélységi támadónak ő, nem lenne rossz. Izgalmas. Ülik a csóka. Olyan rend lesz most a csapatnál. Valaki engedély nélkül sziszen. Hú, de. Hát szétcsapom. Jogosan, persze, hát. Nem lehet csak úgy engedély nélkül sziszegni. Ez nem úgy lesz. Ez pedig jó. Oké. Az aztán nagy edzés volt, édes kisfiam, Zeke volt a kurva életben. Mit csinálsz? Ugye vagy? És ő lesz a csere hátvédünk amúgy? És még hátvédet nem igazoltunk! Hoppá! 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 Igen, hátvédet nem igazoltunk. Ő lesz a B csapatban az egyik hátvéd. Én bízom benne, figyelj, saját nevelés, kicsit durva ez, amit csinálok, de nem baj. Én nagyon bízom a srácba. Saját nevelésünk, hát na, hát pátyolgatunk, és fejlődik, meghálálja, nem csinál hülyeséget, ennyi, kész. Kellene több? Nem. Na, megbeszéltük. Ennyi a lényeg. Ribeiroért kapásból 4 darab csapat érdeklődik. Sampdoria, Hannover, Huddersfield meg a Mechelen. Azt hiszem az a HSV az a Hannover, ugye? Hamburg! Kurva élet, hát persze. Istálóját bele. Úgyhogy igazolni kell egy hátvédet, ugye? De legalább nagyobb alomból tudunk válogatni. Nem baj ez. Nem baj ez, mert nem baj ez. Egyszerűen csak nem baj. Realizálták, hogy mi milyen fasz a gyerekek vagyunk már. Egyébként őket tudnánk átigazolni. Hát örülhelyesen alacsony összegért jönne ez a Giancarlo. Giancarlo? Giancarlo. Giancarlo. Ez egy érdekes fickó. Maldini gondolom, jó, kiképezte. Aztán van ő. Hát persze, aztán kölcsönbe el lehetne hozni mondjuk ezt a ható gyereket is. Vagy Nagaló, nem kell, nem. Ható.
Gondoltam. Hát ő a legdrágább. Brutális. Ratnik Marcell. Az a baj, belőle meg nem látunk most egyelőre még sok mindent. A személyisége nem tetszik nekem. Ötös passzolás, baszki. Játékszervezőnek egyszerűen tökéletes lenne. $25 millió lenne ez a srác. De nem biztos, hogy őt le tudnánk igazolni, mert harcolni kell érte. Kettő csapattal. Sociedad és a Dortmund. Á, fiatal srác kell. Nem, összes pénzt nem lehet elkölteni. Nem. Régen velem úgy ezt csináltam volna, gondolkodás nélkül, minden pénzt. Menni az átadó listát, tényleg átadó listát, meg se néztük, az ki. Hát, ha van ott valami őrült. Közép hátvéd, átigazolási státusz listázva. Hát én őket nem ismerem egyáltalán. De most ez a 120 millió például. Tehát akkor inkább a fiatal játékos kell. Ajajajajaj. Egyébként rengeteg hátvédet ide elraktunk. Csak az a baj, sokan nem érdeklődnek. Tehát például Pavlovicsot nem lehet leigazolni. Ő nem érdeklődik. Ja de, hát akkor... Antonio Silva nem. Scalvini sem. Diomande itt van még például. Ő nem akar. Aj, pedig azt... Na érte, megadtam volna mindent. Az biztos. Üdös istálóját. Tényleg volt valami csatár Konaté, most beugrott erről a srácról. Ő. Hát őt nem kéne leigazolni? Ez egy... Ez a fickó Avoni helyett... Már menne is be a kezdőbe gondolkodás nélkül. Komolyan mondom. Avonit eladjuk 40-50-60 millióért, kész. Hú-hú. Ez a fickó a kedvencem már most. Csak hát ugye szarik a fejünkre.
Hát, na ez itt a baj. Ez itt a baj. Az meg. Ez. Kurva életbe. Mi az, hogy nem akar jönni hozzánk? Nem is értem ezt. Miért ne akarna? Vissza meg. Ez biztos amúgy? Próbálkozzunk be nála. Így. És itt van a Fan Percy. Ő se rossz. Elég olcsó, azt hiszem, nem? De ő sem akar jönni hozzánk. Ő jó. Ja, igaz. Ő jó lenne, az biztos. Ő jönne is. Avoné helyett. Keratívabb lenne, az biztos. Nem igaz? Minden olyan statja jó, ami Avonének. Rossz. Hát... Be is rúgja a helyzeteket? Hát azért erre kíváncsi lennék. És akkor most még Ávon én lehet egyet szakítani. Ez nagy lenne. Hát nem volt túl jó szezonja Bolognával. Itt játszottak ők tavaly a Bologna. Tizenkettedik hely. A micsoda? Az mi az, amit írtál, Bence? Vult. Valóságban nagyon jó ez a srác. Aha. Jó. Debastot kellene. Kétséges Pavlovics, most nézem csak. Itt van még akkor ez a srác. Mert az előbb csak egyik pillanatról a másikra átugrottunk a csatárokra. Mindegy, most egyszerre kettő dolgot csinálunk, nem baj. Itt van még a Kubarsi. Hogy kell mondani a nevét? Kubarsi. Olyan kröki csinálta a jelentést, hát nem rossz. Ja, reménytelen az átja. Rip. De ez mondjuk most is az amúgy? Az. Kár. Ez a Debast kell. Igen, Pavlovics kétséges, igen. Fú, mennyi pénzt akar ez. Ő nekem nagyon tetszik. Agresszió meg a bátorság az mondjuk eléggé gagyi. Tehát a passzolása meg borzasztó király.
Ez nagyon tetszik. Agresszió, bátorság az nem jó, hogy ilyen alacsony. Hát a bátorság egy védőnél, fú, hát az eléggé alap, hogy az fönt legyen. Nem egyszerű dönteni. Mit gondoltok, melyik védő legyen? Én ővel leszimpatizálok a legjobban. Hát ez az hajlandóság, hogy ne kerüljünk kemény párharcokba, nyomás helyezhet a csapattársaira. Ajajaj. Cserét akarunk. Hát ő nem cser... egyik sem csere lesz. Kapásból a kezdőbe igazolunk. Próbáljuk meg. Ez mi a picsa? Az Anderlecht az full hülyének néz? De 24,5 millió plusz! Aha! Ja, értem. Ja, hogy aha. Menjünk picit tovább. De a Konaté, hát ez nem érdeklődik. Bazd meg! Hát, Konaté szarik ránk továbbra is. Montiel megvan, szuper. Montiel. Kár ezért a Konaté, nagyon, nagyon nagy kár. Őt síratni fogom egy darabig, az biztos. Azt tárgyaljunk. Harminc millió lényegében. Ez a srác. Harminc millió. És nem biztos, hogy minket választ. Ha nem minket választ, akkor bajban vagyunk. Akkor nem tudom, kit igazolunk. A Sildilla? Sildilla? Hát így néz ki. Hát nagyon drága ő. Hú-hú. 50 millió lenne ő szerintem. Ható meg kölcsönbe. Hát, ki röhögne? Szerintem nem jön el. Lehetséges jövőbeli díj 117 millió. A kurva anyját azt. Jézus Isten, ne hülyeskedj már. Kötelező jövőbeli... Na. Nem, de biztos, hogy nem, ezt hagyjuk. Grontót. Valami volt Grontóval, igen. Grontó. Ja, leigazolta már a Bayer Leverkusen, hát ez megkaparinthatatlan, hát rengeteg pénz lenne, 30-40 millió simán. Meg láttunk már, van nála jobb, igazság szerint. A Valentin Gomez még itt van például, hát ez is igaz. Ő sem lehet annyira rossz, hát dobjunk rá egy megfigyelést. Mondjuk nem így kellett volna. Minden végül is körülbelüli megfigyelés is jó.
Emil Højlund? Nézzük, igen. Igen, 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 igen. A listánkon van. Na hát adjunk ennek a Mukinak valami fasz a szerződést. Horror pénzt akar keresni a srác, hát ez mi a gyász? 92 ezer euró. Hát jó. Hát jó, jó, jó srác, az biztos. Tehát egy 80-ra azért vigyük már le azt, hello, 75-re inkább. 50 milliós kivásárlási záradék. 88 ezer euró. 97 ezer euró! Azt az istálóját! Tudod mit, bazd meg, keressél 100-at! Nem, na, na, na! Jó, ez így. 97, megadjuk! Megadjuk! Jó! Távozik egy pár játékos. Marcial egyik. Lesz kell. Ja igen, itt vannak a csatárok. Igen, hát a Højlund az nem is tudom hol van. Ja itt van, itt van, itt van a fickó. Hát nem egy nagy durranás. Semmi extra. Zirkze, vagy Zirkzé, hogy kell mondani a nevét? Zirkze. Csoda neve van. De nagyon jónak tűnik ő. Rajta gondolkodom nagyon. Megcseréljük. Avonével. 23 éves mondjuk már. Zirkzé. Köszi. Ferguson az, kudurva. Meg kiröhögne Brighton játékosa, úgyhogy kiröhögne bennünket simán. Zirkzé kell! Zirkzé, ő kell! Gyerekek, nem nézelődünk! Igazi, kurva jó, mélységi támadó. Esposito. Hát őt már leigazoltuk, nem? Mi ez? Ingyen igazolható? Mi? Mi a szar? Ez valami rossz vicc? Igen. Hát hozzuk már el! Befektetésnek jó lesz. Őve jó. Rukki a gázpadlóig, rukki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Szia, Szató! Köszönöm szépen neked a 8. hónapot. Teljesen jó. Egyáltalán Avonit mi meg tudnánk, el tudnánk küldeni.
Nincs valami kivásárlási záradéka? Baszki, százas tuti kérne ez a srác. Igazoljuk le. Én nagyon bízom benne, hogy Abonével tudunk csinálni egy kurva jó üzletet még. Azta mocskos! Azért mi pénzt kérnek érte, hellóka? Huhú! Azta büdös mindenit! Aja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 j
Hát 30 milliónál nehogy már többet adjunk. Így. Visszarakják oda. Na azért, így már azért sokkal jobb. Oké. Megbeszéljük ezt fele, letárgyaljuk, leigazoljuk a francba. És Avonét utána adjuk el. 92 ezer. Tíz gól után, hát 15 gól után kapsz 400 ezeret. Inkább legyen így. Gól király lesz, 1 milliót kap. Ez biztos. Sőt, ha az év csapatába bekerül, akkor is 1 milliót kapsz. Viszont a fizetésedből engedjél sokat. Azt a kurva rosszat vegye meg. Ez a gyerek nagyon meg akar engem vágni. Ujjajjajjajjaj. Hát az meg 100 ezret kell adni neki, az istálóját bele. Nehogy átlépjük itt nekem a 100 ezres határt, mert itek bajt kapok. Az istálóját. 100 ezer! Gyerek, jó, odáig vagytok érte, úgyis. De ha nem lesz jó, lebanolok mindenkit. Komolyan mondom. Ti viszitek el a balhét. Én biztos, hogy nem. Na, a fizikoterapeuták száma végre meg lett növelve egyen. Az jó. Húha. Ez igen. Most a fizikoterapeutáknál mi szerint nézelődjünk? Tehát személyiség, mentalitás szerint, vagy? Várjál, személyiség. Profi, várjál. Vasakaratú van-e? Mintapolgár? Van egy. Na ő kell akkor. Az kemény Lajos, az igen. A legjobban kereső játékosunk? Sangaré. És Hudson-Odoi 93 ezerrel. Végülis nem leszek annyira elszállva a fizetések, csak hát... Jó lenne azért ezt megfogni. Avonének az értéke meg elég nagy, viszont érdeklődés meg, hát most... Crystal Palace, Leicester, West Ham, Wolves, ennyi. Hát azért harmadik lett a góllövő listán, szóval nem volt rossz. Ezt remélem, hogy majd értékelni fogják. Itt a mentális dolgokkal van problémában én ilyen. Nál.
Thierry Henry ilyen játékos van? Mi a fele? Thierry Henry, komolyan? És ott van. Thierry Henry. Hát nézzük meg, Jézus, 16 éves! Jó Isten! Ryan Francis... Francisco. Nézzük meg, ha persze. Hát, ha tudunk belőle valami nagy Zsuzsettát összehozni. Hát kölcsön ajánlat meg nem jön senkitől se. Hello, hát mi ez? Huddersfieldnek mondjuk már a kölcsön adnám, simán. Ribeirót. Wonderkidet meg nem kerestünk keresőben. Ez igaz? Hát... Ja. Ja, megnézzük akkor őket. Hogyan van csoda gyerek, ugye? Tehát csatár után. Csatár és a kapus között. Isten, mennyit kell görgetni, baszki, mondjuk 81 ezer játékos van itt. Igen, vajon kiadhatta neki a nevet? Igen. Hol a csoda gyerek? Fiatal kapus, fiatal csatár, alakulunk. Vagyunk. Van-e valami olyan csapatnál csoda gyerek első körbe? Á. Jó, hát még valószínűleg sok mindenkit nem látunk, mert ugye itt tehát nem mindenki érdeklődik irántunk. Buonanotte. Kérésére átadási listára helyezve 20 millió ér? Mi? 20 millióért egy Buonanotte? Azt a kurva! Mi a picsa? Már bocsánat. Normálisak ezek? Hát ez mi? Anyám! Úristen, ez ingyen van. Hát ez 60-80 milliós játékos legalább. Vakon, hát ez fix, hogy kurva jó játékos. Szerintem ő nem játszott tavaly, az a baja. Baszki, mennyire fejlődhetett ő vajon? Nem tétmérkőzésen, tehát lerakták az U21-be ezek az idióták. Hát el kell hozni őt, de ő is közé kérni fog 60 ezeret simán. Hova rakjuk őt? Támadó középpályás. Fú, gyerekek. Ez kemény ám azért, amit csinálunk. Ennyi játékost igazolni. Bassza meg. Ezeket a játékosokat meg se nézem. Tehát itt esetleg Buonanotte. Na, igazoljuk le gyorsan. Nem engednek belőle? Ó, hogy a kurva anyátokat, hogy az istállóját mindig elfelejtem, ez bazd meg. És ez a rohadt kurva gépek mindig berakja ezt a szart. Francba bele. Mindig. Engedjétek már el olcsóbban. Berakják. Így. Nem lehet túljárni az eszükön. Azért próbálkoznak ám ők is, a kis mocskok. Próbálkoznak. Bornan ott egy jó játékos. Tudom, nagyon jól. Ismerem. Perememberdek? Jöhet. Perememberdek, érted? Egy Bornan ott te úristen. Hát ez olyan, mintha egy kicsi Lionel Messit igazolnánk le, szinte körül. Hát, jó, nyilván nem lesz az. Ember legyen a talpán, aki a nyomába ér. Évcsapata. Igen. Ennyi, jó is. Ügynöknek adunk 350-et, abár, várjál csak. Hát, ja. 44-nél... Ja, gondoltam.
Oké, nem baj. Válogatottsági bónusz növelt. 48 ezer. Ó, 55 ezer. Jó, megkapod akkor. Nem akarom, hogy itt elforduljon tőlük közben. Espositónak a Nürnberg is ajánlott egy szerződést, a Szent Pauli. Alek is. Manchester United ajánlatot tett Konatért, baszki. Hát, aki ezt a játékos leigazolja, azt megutálom egy életre. Fú. Na, ide mehet a kollega. Úgy. Fontos játékos lenne csak azért. Na, Denisért végre valami ajánlat. 9 milliós ajánlat lenne ez? West Bromba játszana, és a West Brom másodosztály csapat. És 20 meccs után fizetnének 4,7 millió. Menjen! Azta! Menjen! Na, 20 meccset biztos játszani fog, nehogy már ne. Nem sérülékeny játékos, Denis. Tavaly is mennyit játszott? 32-t. Törökországba. Premier League-ben feszített tempóval, meg hát Premier League-ben ilyen játékos kell, ilyen rakétalábú. Vicce. Mehet, mehet, hajrá. Bytent is vinnék, na végre már. Sasoló. Jó, kicsit azért alkuttunk. Följebb. Tudjátok, itt felejtettünk el? Zajbent, baszki. Nagy hiba. Na végre. És akkor nagyon gyorsan tárgyaljuk le vele a szerződést. Akkora kapust igazolunk ezzel a fickóval. Boldogtalan a csapatnál? Ezt tuti én csináltam. De majd most boldog lehetsz. Minimum elengedési díj. Hülye vagy te, dehogy is. Nem engedünk el semmi pénzért. Éves fizetésemmel is megkapod. Csak gyere már a életbe. Legyen. Kis padozási díj. Dehogy lesz. Meg vagy őrülve, barátom. Adjunk neki egy 20... ennyit. Ott gól nélküli meccsekért, meg kapjon egy 8000 eurót, gyönyörű szám. Ügynök is kapjon 24 ezer. Jó. Így, na. Ez az! Ez az! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Zájbenke, gyerünk! Visszakölcsönzés nincs. Hát a kapus gondjaik is meg lesznek oldva egy időre. Espositó. Milyen Espositó ez? Hát már tárgyaltunk vele, nem? De hogy újra akarja tárgyalni? Ez az, nem? Ez újra tárgyalás volt, el kellett volna olvasni jobban. Ennyi pénzt akarsz? Jó. Figyelj, jó. Egy évet itt leszel, utána meg eladunk. Csillagászati összegekért. Jó, belemegyünk, bazd meg. Bele. Bele, mert ez megtérül, mennyi befektetés ez éves szinten. Fél millió max körülbelül, most mi az? Micsoda? Zbindent leigazolta a Chelsea. 6250 eurót keres? Én meg 6000-et ajánlottam neki, de mennyi pénzt adtunk neki pluszba? Hát emlékeztek. Azt a mindenit, na ez durva, hoppá. Ez durva. Rengeteg pénzt adtunk neki pluszba pedig, rengeteget. Hát most egy kurva jó játékos figyelőtől fosztottak meg bennünket ezek a majmok. Hát jó van akkor. Hát ennek nem örülök. Kik ezek itt?
A sportigazgató stáloját már megint, szaros hülyeségekkel. Hozzuk el a lengdit. Meg talán belemegy ebbe. Belemegy. Hú, ő is nagyon... Hát, hagyjuk, rengeteget keres. Chris Jones. Ez még nagy lenne. Nem jó. Az nagyon hülye, ugye? Az adat folyamomban valami nagyon csúnya dolgot érzékeltek. Ami más valakihez, más valakihez tartozik. Ó, Isten. Ezek olyan zenék, hogy az égvilágon senkinek nem kellene, hogy ártson. Mindegy. Hát ők ezt tudják nagyon jól. Nem jó. Legyebb kell adni itt az igényekből. Szia Zsolti. Jamal, bent van a játékban, persze. Már próbálkoztunk. Ha! Nem erőltetjük itt a játékos figyelők igazolását. Greaves. Egy érett közép hátvéd. Arra leszek kíváncsi, hogy a belga srác az hogy dönt? Tényleg semmi sérülés nem volt eddig csapatnál. Magno hol van? Nem került be az edző táborozó keretbe? Hát ne basz. Utólag se lehet már hozzád? Nem. Hát ez hogy? Felipe végre távozik már, könyörgöm. De jó, jaj. És akkor itt ez pedig, ez borzasztó ajánlat lett. Luis O'Brienért a végre valami ajánlat, Istenem, csodálatos. Ez az jövőbeli díj lejátszott mérkőzések után. Csak húzzon már el innen. A Ribeiroért végre bejelentkeztek a csapatok. Perem embernek vinnék jó néhányan, na várjál csak. Melyik a jobb, a folyamatos kezdő vagy a... Nem mondjatok semmit, kigyomozom. A folyamatos kezdő az előrébb van, mint a keretjátékos. Számdorja vinné. Mi? Az mekkora üzlet lenne? Sampdoria? Persze, azt játszana is. Ki ott a csatár? Lorenzo Conte. 19 éves csatár. Ki van még? Lagumina. Őt kiszorítaná a mi Ribeirónk? Hát az... Igen. Ezt nem tudom elképzelni. A Ribeiro. Itt valami átverés lenne, nem? Mit gondoltok? Motherwell. Simán kiszorítja a Ribeiro? Gondolod tényleg? A Sampdoria lenne egyértelműen az a legjobb. Hát most a Hamburg sem rossz. Ott kik vannak? Glatzel. Őt biztos sem szorítaná ki. Hát most vacok 7 óra alatt egy meccs, hát most...
Ez ilyen. Ez máshogy nem lehet. Itt ebben a játékban nem az a... mindegy, nem hiszem, hogy ezt... magyarázni kell. Sampdoriánál nem lehetne esetleg kiharcolni azt, hogy... ahhoz mit gondoltok, hogy... nem tudom, hogy ilyen logika van-e a játékban, ilyen intelligencia. Mert ugye amiért fizetünk a való életben, azt, annak jobban érezzük az értékét, vagy jobban érezzük a súlyát. Mert amit ingyen kapsz, az olyan súlytalan, az nem becsülöd meg. Tehát, hogy lenne úgy a Sampdoria, hogyha én most itt ezt mindent lenulláznék, mindent nullára vennék, hogy ne fizessenek semmit, csak mindig kezdő legyen a játékos, akkor gondolnák-e azt magukba, hogy ó, hát ingyen jött, bazd meg, hát mindegy, nem fizetünk érte, mindegy, hogy padon van. Max, megszegjük az ígéretünket, azt nem játszik annyit, amennyit ígértünk. Tehát van-e ilyen rendszer a játékban, vagy ez hülyeség? Hector Barrerát nem is láttam még egyszer se. Hát, ja, igen, cooler, igen. Nincs ilyen? Azt kell beállítani, hogy ha nem játszik, akkor fizessenek? Fontos játékos legyen? Így. Legyen így. Elfogadják, baszki. Hát akkor Sampdoria szerintem itt a befutó. Egyértelmű. Szia, Tocsi. Nem igaz? Menjen? Ez bomba üzlet, gyerekek, Sampdoriánál. Játszhat? Kölcsönbe? Mi van? Hát ez hatalmas ajánlat. Jézusom. Az összes többit meg elutasítom a francba. Hát ez egyértelmű. Szevasztok, sákány. Senki nem tud ilyet ajánlani. Senki, ez biztos. Hazájába jár... ja, nem mondjuk, hogy portugál hülyeséget beszélek. Összekevertem más játékossal. Na, Hádzinodóért bejelentkezett végre három csapat, 4 millióért. Mindegyiket elfogadjuk. Mindegyiket, így. Nagyon jó. Ő 90 ezret keres. 93-at. Ez is bomba üzlet. Végre elmegy már innen a francba. Fizetési keret 1 millió 8, lemegy az 1 millió 7-re akkor. Hamarosan. És akkor... annyi van, hogy Luka. Ő vele. Meg Esposito. Hát inkább talán Espositót kéne elküldeni kölcsönbe, Lukát meg itt tartani. Bár nem tudom, hogy ez a Luka gyerek mit tudna mélységi támadóként villantani. Kapu előtt mondjuk nem remegne meg a fickó, a Ziher. Espositót kellene elküldeni kölcsönbe, gyerekek. Ez fix, tehát ennyi csatár, ez sok. Vagyunk töltve. És akkor Luka meg itt marad, 3 csatárunk lesz. Meg egyel több, tehát azt mondja, 1-2-3 tartalékos középpályás lesz. Ez kelleni fog. Feszített tempó, kemény edzés. Jöhetnek a sérülések. Bármikor. Védők tudnak játszani jobb és bal oldalt, hogyha nagy gáz van. Középhátvédet még mindig nem igazoltunk. Debast még mindig gondolkodik. Zájmen jön hamarosan. Meg ott jön, ott van Buonan, ott te kurva élet. Igen, igen, igen. Na, még ezt is le kell zongorázni. Őt hova rakjuk akkor? Egy csoda gyereket konkrétan. Ez a fickó csoda gyerek. Hát a végén ott tartunk, hogy el kell adni nem tudom kicsodát. Akkor leszünk hatalmas slamasztikával, hogyha esetleg aztán azt fogja mondani nekünk, hogy menjünk az anyánkba. Ja, meg várjál, itt van Baldanzi. Igen, ja, igen. Micsoda.
Három, négy, négy. Már nagyon sok valakit el kell küldeni. Toklomat itt elküldjük kölcsönbe, mit szóltok hozzá? Mi nem játszott jól támadó közepe, sose. Őt elküldjük kölcsönbe, azt eladjuk belőle, úgyis pénzt akartunk csinálni. Nem olyan őrületesen kiemelkedő. Nem is értem, hogy itt miért van 60 milliós érték ennek a fickónak. Küldjük el őt kölcsönbe szerintem. Mit szóltok hozzá? Kerkezics oda gyerek? Az de jó. Váltsunk támadó formát, ne. Nem. Ebben a hibában nem esünk bele. Ez elég támadó. Csatárnak küldjem el Toklomatit? De kölcsönbe. Csatár kölcsön. Sőt, már most mehet minden. Toklomati top 50 wonderkid? Persze. Ne szórakozzál velem. Komolyan mondod? Na jót is tesz neki akkor a kölcsön.